A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország. Először rendeztünk ilyen versenyt Magyarországon, ami ilyen magas szintű performance hajókról szól. Teljesen más, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Egy hirtelen felkérés is volt, időnk sem volt nagyon felkészülni. De azt gondolom, az elmúlt években az a rutin és azok a standardek, amiket kitaláltunk így a saját versenyeinknél és a nemzetközi versenyrendezésünknél is, az jól működött. 4 versenynap volt, előtte már egy magyar bajnokság és az összekötő edzéseken sok versenyző megérkezett. Mutatott mindent a Balaton, erős szelet, gyenge szelet, még gyengébbet. A szerencsénk volt az időjárással is. A legfontosabb nekünk az volt, hogy jó átlagot vitorlázzunk, mert tudtuk, hogy ez egy hosszú verseny lesz, kicsi szél lesz, és nagyon lesznek trükkös futamok. Szerencsére a legnagyobb ejtőnk az 9 volt, és az is még a top 10-ben vitorláztunk végig, szóval nagyon büszke voltam a teljesítményünkre. Itt kezdtem el vitorlázni 2010-ben, az azért sok előnyt jelentett számomra. Azért most azért voltak olyan trükkös szelek a keleti szél például, hogy nem mindig jött az, ami vártam. De azért nagy előtt jelentett számunkra az, hogy tudtam a környezetet itt. Nagyon jó érzés volt itthoni vizeken vitorlázni. Ez egy különleges élmény szerintem, hogyha otthon tud nyerni az ember. Igaz, nem nyertünk, de számomra ez a harmadik hely az azt jelenti, hogy ezt nyertem. És számomra ez nagyon fontos. The starts were really important to make it to the top, and also with the Belgian guys and all the Spanish guys, the fight was really close. We were like everyone, the top 10, it was there, so we're really happy to make it in the second place. Mindenkét futamot szerettünk volna lebonyolítani, sajnos a szél ezt nem engedte meg. Így 5 futamnál lehetett eredményt hirdetni, de szerencsére 9 és 8 futam után tudunk végeredményt hirdetni. 2 kategóriában, FX kategóriában 5 induló volt, a 49-er kategóriában pedig 28-14 országból. Ez egy nagyon szép szám, nagyon jó programokat kaptak. The weather was really light-winded and we kind of liked it because we are our weight is not that heavy to be honest, and we were really 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 fast, and we are just really really happy to win that. It's the first time I'm in Hungary, but it's a very nice place, very beautiful place, and people are very friendly. So I behave well, and I like to be here, so it's nice
Everybody are very helpful and it's a good racing team we have here, so I'm very satisfied with being here. The club is new and very nice place, so I'm happy for being here. It's not the last time. A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország.